Sziasztok, ez itt a GameWave, én Béni vagyok, és ez itt a Hotlap sorozatunk legújabb része, amiben a Hennessy Venom F5-öt fogjuk megnézni. Kezdjük is talán az egésznek a történetével. Ugye a Hennessy egy John Hennessy nevű úriember cége, és eredetileg ez egy texasi tuning cégnek indult, és a cél tulajdonképpen az volt, hogy minél kisebb súllyal, minél erősebb, minél több lóerős autókat építsenek. Egyébként 30 éve működik nagyjából ez a cég, és folyamatosan készítettek tuningokat mindenféle autókra, viszont mostanában elkezdtek teljes autókat összerakni, és önmaguktól kiadni. Ennek az autónak, tehát az F5-nek az elődje a Hennessy Venom GT volt. Ez tulajdonképpen egy Lotusra épült, mivel ugye azok híresek a kis súlyról, az amerikaiak pedig az erős V8-osokról, úgyhogy végül is ezt csak össze kellett rakni. Annál azért érezhető is, tehát ugye a Venom GT-nél, hogy nem teljesen egymásnak készült a kaszni és a motor, tulajdonképpen alig lehet irányítani még Forzában is az autót, ugye ez már a 4-ben és nyilván az 5-ben is benne volt, tehát a Venom GT. Az F5 viszont már saját alapokra épült, viszont az autó arányai még itt is hasonlóak maradtak, és a dizájn se változott túlságosan sokat. Összességében jóval letisztultabb és kifinomultabb lett az autó, de továbbra se ordít róla, hogy amerikai, pedig az. Szóval még azért hasonlít valamennyire ilyen lótuszos formákra. Ha persze az arányokat nézzük, a részletek nyilván most már jóval különböznek. Összesen 24 darab készült belőle, a kupé változatból. Mindegyik nagyjából 2 millió dollárt ér, vagyis egy erős kerekítéssel 800 millió forintot. Készülni fog, sőt már talán el is kezdték a gyártását a cabrio változatnak is, és állítólag egy pályára szánt változat is lesz, ami talán kap egy nagyobb hátsó szárnyat és egy kicsit több tapadást remélhetőleg, de erről még olyan sokat nem tudunk, és lehet, hogy azokból több is lesz, mint a kupéból. Az árát még egyáltalán nem tudjuk, úgyhogy ez még a jövő zenéje, minden esetre fókuszáljunk arra, ami a Forzában benne van, tehát a sima F5-re. Nézzük is következőnek talán a motort, ugye ez egy 6,6 literes ikerturbos V8-as, amit beletettek. Eredetileg több mint 7 literes lett volna, viszont aztán úgy döntöttek, hogy mégis inkább 6,6 liternél megszobják a határt, és annál nem kerül bele nagyobb motor, nyilván az már a kis súly ellen lett volna egy picit. 8500 a maximális fordulata ennek a motornak, úgyhogy viszonylag magas. Ez megint kevésbé az amerikaiakra, és egyébként inkább az európai, sőt, főleg talán olasz, vagy a japán autókra jellemző, hogy magas fordulaton képesek működni. És hát ilyen 1800 lóerő körül van a teljesítménye, úgyhogy eléggé sok. Főleg, hogy hát ez tulajdonképpen csak egy benzinmotor, és nincsen semmilyen hibrid meghajtás mellette. Tehát teljesen benzines az autó. Egyébként ez az 1800, ez, ehhez tegyetek hozzá mondjuk ilyen plusz-minusz 20-at, különböző adatok vannak róla. Forzában azt hiszem, hogy 1817-nek van meghirdetve, legyen mondjuk akkor annyi. Nyomatékból sem sokkal kevesebb tartozik egyébként hozzá, 1620 Nm a gyári adat, és ehhez egy félautomata 7 sebességes, 1 kuplungos váltó tartozik. A félautomata azt jelenti, hogy kuplungolni nem kell, csak a pillangó fülekkel váltani. Full carbon egyébként az egész autó, úgyhogy emiatt csak 1360 kg, ami nem sokkal nehezebb, mint mondjuk egy Ferrari F8 Tributo, viszont jegyezzük meg, hogy lóerőből bőven kétszer annyi van benne, úgyhogy elég durva. És hát ez meglehetősen jó gyorsulási adatokat is eredményez. 0-ról 100-ra nagyjából 2,6 másodperc alatt gyorsul. Ugye elektromos autók azért ezt még le tudják előzni. A Rimac-nak például ugye a legújabb modellje kb. 1,8-1,9 másodperc alatt már 100-on van. Viszont ami ennél is durvább, hogy 0-ról 200-ra 4,7 másodperc alatt gyorsul. 0-ról 300-ra is valahol 10 másodperc alatt van, és 0-ról 400-ra is kevesebb, mint 20 másodperc kell neki, ami nagyon durva. A Rimac nagyjából tudja ezeket, de hát az ugye egy elektromos 2000 lóerős autó teljesen más kategóriába esik. Benzines autó, nincs még egy, ami ilyen adatokat tudna, úgyhogy brutális. Beszéljünk egy kicsit azért a forzás vonatkozásairól is ugye a dolognak. A Hot Wheels szigeten lehet megszerezni ezt, tehát egy DLC-s autó tulajdonképpen, és az összes Hot Wheels-es utat be kell járni érte, de szerintem bőven megéri, nagyjából 170 van, annyira nem tart sokáig, viszont megkaptok egy ilyen autót, ami hát máshogy nem is nagyon elérhető, tehát Forzában nagy is az értéke, és egyébként is hát elég jó vezetni, jó menni vele, és még esetleg pályára is lehet egész normális autót építeni belőle. Mint mindig, a kört ugye most is én vettem fel, tehát volt alkalmam vezetni is, már persze Forzában. Az autó 1800 lóerős, mint már mondtam, és ez viszont eléggé érezhető.
Elindulni nagyon-nagyon nehéz vele, egészen a negyedik fokozatig nem is lehet padlógázt nyomni, és ott is csak az egyenesben, a kanyarban szinte soha. A legtöbb ilyen kategóriájú autóhoz egyedi gumit szoktak egyébként tervezni, ebben az esetben viszont csak a Michelinnek a csúcsát kapta meg az autó, tehát a tapadást ezt mindenhol keresni kell. Az is erősen észrevehető egyébként, hogy alig van leszorító erő, teljesen szappan formálja az autó, ami egyébként azért végül is jó, mert alig van légellenállása, és ez nagyban hozzájárul a végsebességéhez. A Hennessynél végül is épp ez volt a cél, szóval ők ezt direkt csinálták, tulajdonképpen annyit akartak, hogy a levegőbe azért ne repüljön az autó, de ennyit, több leszorító erőt végül is minek. Persze most jól jött volna a hotlap körben, de hát máskor meg nekik nem kell. Így lassabb kanyarokban folyton kipörgött nálam a kerék, a gyorsabbakban pedig szinte olyan alulkormányozott volt az autó, hogy az hihetetlen, úgyhogy hát így nem elsőre sikerült felvenni ezt a kört, nem sokadjára. Persze hiperautóhoz képest alulkormányozott, szóval egy Civichez képest egész jó, de egy Civic meg nem megy 400-zal. Mivel elképesztően gyorsan hatalmas sebességet ér el ez az autó, ezért egyébként olyan helyeken kellett néha fékezni, ahol még soha semmivel ezen a hotlap pályán. Nagyon-nagyon furcsa volt, hogy tényleg egy-két ilyen 400 km per órás kanyarba, ami ilyen alig kanyarodik egy picit, és be kell fékezni, mert egyszerűen nem tud kanyarodni az autó, mert nincs leszorító ereje, nem tapad be, és tehát hogy elrepülne egyenesen, hogyha nem lassítanék, úgyhogy érdekes lett. Szóval összességében végül is meg lehet tanulni ezt vezetni, de nagyon-nagyon érződik, hogy az egyenesekre tervezték. Végül is ez nem is baj, hiszen a Bugattiknek és a Koenigseggeknek a versenytársa, vagyis mindenképpen annak szentek, és azok ellen végül is elég erősen helytel. A köridő egyébként a nehéz irányíthatósághoz képest nem is lett olyan rossz. Igazából éppen annyi, mint amennyit 965 PI ponttól vártunk volna. Szóval így tulajdonképpen a második lett egyelőre a ranglistánkon, de a PI pontja is a második a ranglistánkon. A Koenigsegg előzte meg egyedül, de az meg Forzában is nagyobb PI pontú besorolást kapott. Érdekes, mert valahogy azt még inkább az egyenesekre gondoltam volna, hogy oda jó az az autó, ezt pedig inkább azt hittem, hogy majd a kanyarokban is egy kicsit jó lesz. Érdekes módon fordítva volt, de hát ez van. Ha már érdekes, akkor beszéljünk egy kicsit az érdekességekről is. A nevét a Fujita Tornado Scalára kapta, mivel ott az F5 a legdurvább besorolást jelenti, ami azt jelenti, hogy egészen 318 mérföld per órás szelek vannak az ilyen típusú tornádokban, ami éppenséggel az autó végsebessége is. Na jó, ezt egyelőre valójában nem érték el, és talán soha nem is fogják, viszont elméletben ez lehetséges lenne a jelenlegi váltó konfigurációval és a motornak a teljesítményével. A reális cél viszont a 300 mérföld per óra, ami egy kicsivel 500 km per óra felett van, amit egyelőre csak a Bugatti Supersport 300 plusszal értek el, úgyhogy hát ha rekordot talán nem is tudnának vele dönteni, azért a második hely se rossz annyira. A másik érdekesség pedig, hogy minden Venom F5-höz jár egy kulcstartó, amin az autó sorozatszámát olvashatjátok, és ez egy olyan fémdarabból készült, amit korábban egy űrsiklóról bontottak le. John kapott egy nagyobb darabot egy asztronautától, és ezt vágta darabokra, hogy minden F5 tulaj kapjon egy darabot az űrből. Viszont erre a videóra ennyi jutott, úgyhogy lassan elköszönök. Természetesen, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel hasonló érdekes tartalmakért. Tudjátok, hogy itt van az iskola, ami azt jelenti, hogy minden nap nem lesz videó, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz sűrűn videó, úgyhogy azért ilyen minden második nap megpróbálunk nektek mindenféléket kirakni. Ha gondoljátok, akkor itt a jobb felső sarokban nézzétek meg a legutóbbi GV News videónkat, és ott elmondunk mindent, hogy nagyjából mire kell számítani tőlünk most így ősszel. Viszont hát akkor a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok! Into a freak show.